A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, a Prágai Kamara Balett Székesfehérvárra érkezik, az esemény pedig annak köszönhető, hogy a Világszínház ünnepi találkozópontjává válik Magyarország április 1 és július 1-e között. 35 ország 200 társulata érkezik a 10. Nemzetközi Színházi Olimpiára. Az olimpiához csatlakozó budapesti és vidéki teátrumok egy külföldi és egy határon túli produkciót fogadnak. 70 helyszínen 550 előadás lesz. A Székesfehérvári Balettszínház pedig a Prágai Kamara Balettet, Csehország legnagyobb professzionális független tánctársulatát látja vendégül. Az én vendégem pedig hagyományos módon természetesen Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Én is, és a kedves nézőket is. No, én azt hiszem, hogy ez egy hatalmas nagy előrelépés abban az értelemben, hogy egyrészt a Színházi Olimpiát Vidnyánszky Attila vezetésével megrendezheti hazánk, másik oldalról pedig azt hiszem megerősítést jelent számotokra is, hogy a Székesfehérvári Balettszínház egy ilyen rangos társulatot fogadhat. Bár ennek ugye van előzménye, hiszen te vezetted a Prágai Balettet egy ideig, úgyhogy... A South Bohemian balettet, de természetesen régi kapcsolatom van a Prágai Kamara Balettel. Ezt azt kell tudni róla a kedves nézőknek, hogy ez a legrégebbi, legősibb, ha úgy mondhatom, kortárs táncszínháza. Pavel Smok alapította. Pavel Smokot úgy kell elképzelni, akik valamelyest jártasak a táncéletben, mint nálunk Eck Imrét. Körülbelül abban az időben is éltek, dolgoztak, de azt hiszem Pavel Smok még korábban is alapította, mint a Prágai Kamara Balettet, mint Eck Imre a Pécsi Balettet. Mint ahogy hazánkban a Pécsi Balett a legrégebbi kortárs táncszínház, így náluk a Prágai Kamara Balett. Egy nagyon nagy becsben tartják ezt a társulatot. Nagyon nagy múltja van, és elmondhatom, hogy a Linda Schneiderova és férje, Svidró Viktor, akik nekem táncművészeim voltak még idehaza is, aztán a South Bohemian Balettnál Linda több mint 15 évig volt az én asszisztensem, ők most a vezetői ennek a társulatnak. Ez megint egy garancia arra nézve, hogy ez az együttes ismételten jó kezekben van, és nagyon komoly koreográfusokkal dolgoznak. Önmagában honnét jött a gondolat, hogy csatlakozzatok ehhez a felhíváshoz? Hiszen ez egy rendkívüli kihívás, hiszen művészi szintben is a világszínvonalat képvisel ez a találkozó. Ez egy roppant fontos esemény. Roppant fontos esemény, mert párhuzamot von a sport világával. Ugyan ez egy pontozásos sportág a művészet, és nem is lehet sportként tekinteni rá, viszont a táncművészetnek bizonyos aspektusai a sporttal, az élsporttal azonosak. Nagyon boldog vagyok, hogy bekerült ebbe a rendezvénybe a táncművészet, mint önálló színházi műfaj. Vidnyánszky Attila és az ő csapat ezt nagyon jól érezték, hogy helye van a táncművészetnek. Mint ahogy mondottad is, 200 országból érkezik több mint 400 produkció, jól tudom, országszerte. Ez egy nagyon rangos esemény, erre odafigyel a világ, és ezáltal, hogy mi ebbe bekerültünk, a világ odafigyel ránk is Székesfehérvárra és a Székesfehérvári Balettszínházra, hiszen mi vendégeink lesz. És hát ugye adta magát, ugye Linda Svidróról beszéltél, és a Smok koreográfiák fantasztikumáról, viszont most is egy fantasztikus koreográfus dolgozik, Peter Zsuska. Peter Zsuskáról azt kell tudni, hogy ő, hát nem is tudom, majd 10 évig volt a balettigazgatója a Cseh Nemzeti Balettnek. Nekem jó barátom, kollégám. Még az én vezetésem alatt, amikor a South Bohemian Balettnek voltam az igazgatója, én meghívtam, készített koreográfiát. Egy nagyszerű koreográfusról beszélünk, akinek a világ számos országában játsszák darabjait. Egy érzékeny koreográfus, és nagyon jó érzékkel nyúl hozzá egyébként a cseh zeneszerzőkhez.
és kortárs neoklasszikus stílusban, kortárs és neoklasszikus stílus között mozog, de hát nem is szeretném őt berakni semmiféle boxba. Nagyon dramatikusak hozzám hasonlóan a táncjátékai, a cselekményes balettjei, még az a balett, azoknak a baletteknek is van úgymond cselekménye, amik nem kimondottan cselekményes balettek, és van a másik koreográfus, hogy most a szádból kivegyem a szót, mert nyilván említettük volna, aki hát szintén nemzetközi szinten jegyzett koreográfus, Jerzy Pokorny, aki Janacek cseh zeneszerzőnek a művére, Intim levelek művére készített koreográfiát. Jerzy Pokornyról azt kell tudni, hogy a világhírű Holland Táncszínháznak volt a táncművésze, ott is kezdett el koreografálni, és nagyon sok helyen játsszák a világba a balettjeit. Tehát akkor nézzük először ezt a két darabot, amit láthatta a fehérvári közönség is. Azt hiszem, hogy kivételes lehetőség ez számunkra. Intimate Letters, tehát kezdjük ezzel a Peter Zsuska alkotás. Ez ugye, olvasom itt, hogy Leosz Janacek második vonós négyesére készítette el. A Zemlinszki kvartett tolmácsolásában hangzik. Akik jönnek, és akik itt jönnek. Élőbe fognak játszani, ez még egy kuriózum az esnek. Milyen ez a darab? Na most ezt nem tőlem kell kérdezni, mert hiszen így. Ők jönnek, mármint Linda és Viktor. Én természetesen láttam, ismerem a darabot, de nem érzem magam feljogosítva arra, hogy beszéljek ezeknek a művészetekről. Egyébként ők fognak jönni, és én úgy tudom, hogy te egyébként fogsz velük, meg fogod tudni szólaltatni őket majd a színházba. Hogy beszélnek ők az ő produkciójukról. Nekem nagyon tetszik. Szóval, hogyha tehát én néző lennék, már csak a zenéje miatt is, de természetesen a koreográfia miatt is én beülnék és megnézném. Nagyon izgalmas, nagyon beszédes darabok. Ennyit azért hagyd mondjak el. Jó, és a Black Clouds Don't Cry, Fekete Felhők Nem Sírnak koreográfia. Ez miről szól? Erről a koreográfiáról is fognak a Lindáék természetesen beszélni. Ez a bizonyos Jerzy Pokorny balett. Ez kevésbé cselekményes balett, nagyon érdekes világa van, hiszen maszkokba táncolnak a táncosok, és a maszk sokszor hátul van, de nem szeretném leszpoilerezni, de mondom, hagy mondják el ezekről a darabokról a véleményüket. Tehát ízig-vérig kortárs táncszínházi darabokról abszolút, van szó. Abszolút, és a cseh kortárs tánc, hát ez még nagyon fontos, hogy itt vannak a szomszédunkban, és szintén nagyon komoly múlttal rendelkeznek kortárs tánc múlttal Csehországban, és mint mondtam, a legreprezentánsabb tánc társulata a Prágai Kamara Balett, és a legreprezentánsabb koreográfusok műveit hozzák el hozzánk, úgyhogy szerintem nagyon érdekes lehet a fehérvári nézőknek megnézni, akik ismernek már minket, akár összevetésként is, hogy mi hol tartunk, hol helyezzenek el bennünket a nemzetközi táncéletben, hiszen borzasztó jó mindig egy viszonyítást nézni. Igen, és a 10 nappal később, tehát ugye április 4-éről beszélünk, 10 nappal később először a Budapesti Táncszínház vár benneteket, ott a Parádé és a Bolero. A Parádéról külön beszélünk. De és azt el kell mondani, hogy ez is, tehát ez a fellépés is a depóban, a Budapest Táncszínháznak a depó színházában, műhelyében, ez is az olimpia, színházi olimpia keretében hívtak meg minket, ami szintén nagyon megtisztelő. És a Parádé itt is lesz április 17-én a Vörösmarty Színházban. A Parádé ez különleges, meg kell, hogy mondjam, szerintem Magyarországon nagyon-nagyon kevesen vannak, akik nem látták, vagy nem szerették meg, és nem szerettek bele Boban Markovics orkesztra zenéjébe. Ehhez természetesen hozzátartozott néhányaknak, szintén sokaknak Kusturica filmsorozata is. És hát a Parádé az Boban Markovics zenére készült. Beszélj erről a kapcsolatról, légy szíves. Én azt hiszem, hogy itt mindenki tátott szájjal fog majd hallgatni, annál is inkább, mert hogy említettem neked még itt a beszélgetésünk előtt, hogy Boban Markovics már volt Székesfehérvár vendége, és nekem pedig volt szerencsém beszélni, bár ez 2 évtizede történt, és akkor még a gyermeke nem koptak meg azóta de se. Nem koptak meg, igen, nem, ezt tapasztalom. Nem. No. Sőt, hát értek, azt hiszem nagyon sokat értek. A Mrák című albumukra készítettem én el a Parádé koreográfiát, és ez egy összefoglalás, ez az album az én meglátásom szerint az ő eddigi munkásságuknak. Nagyon mai, nagyon update, nagyon újszerű hangzásvilággal, de mégis a Boban Markovicsék és a Kusturica filmek világát idéző. Hát akik ismerik Boban Markovics orkesztárnak a munkásságát, és voltak már koncerten,
hát nekik szinte kötelező eljönni, azt mondom, mert most látni is lehet, és nem csak hallani a zenéjüket. Ugye és tavaly a Bartók tavasz keretében ezt már hallhatták. Ezt bemutattuk, ezt... igen, hát tulajdonképpen a Bartók tavasz fesztivál felkérésére, a MIPA, tehát a Művészetek Palotája felkérésére készítettem én el ezt a darabot a társulatunknak. Ez akkor kétszer le is ment a MIPA Fesztivál Színházába, élőzenével, Bobán Markovicsékkal, nagyon nagy fiesta volt, hát úgymond szétverték a házat, és hát ezt szeretnénk tovább játszani. És ez most egyelőre 17-én, ahogy említetted, most április 17-én a Vörösmarty Színházba Bobán Markovicséknél, még Bobán Markovicsék nélkül adjuk elő. Viszont, hogy ugorjunk egyet előre, a királyi napokon 18-án, augusztus 18-án szabadtéren ugyanezt a produkciót már Bobán Markovicsékkal együtt élő zenével fogjuk játszani. Bobán Markovicsot tehát jószerivel az egész világ ismeri, te magad is nyilvánvaló, beleástad magad abba a zenébe, könnyű elvarázsolódni, mondom én. Ugyanakkor mi volt az alapvetése? Honnét jött a gondolat, hogy erre egy koreográfiát készíts? Hát Bobán Markovicsnak főleg a Mrák című albuma, de a többi zené is nagyon dramatikus az én fülemnek, az én felfogásomnak. Nagyon tánczene, örömzene, miközben tele van drámával, és a drámából születő humorral. Tehát igazi színházi, táncszínházi zene az én olvasatomban. Én nagyon korán, nagyon régen találkoztam az ő zenei világával, és már nagyon régóta érik bennem ez a gondolat. Még mikor én Csehországban dolgoztam, már akkor megfogalmazódott, hogy Bobán Markovicsékkal nekem dolgoznom kell. És hát mindig a megfelelő alkalomba történnek a megfelelő művek, tehát a műveknek a születése, és erre a Bartók Fesztivál kínálkozott, és ez a kiváló társulat, a Székesfehérvári Balettszínház, hiszen azt mondjuk el azért, egy ilyen happeninget megcsinálni, egy ilyen örömtáncot, ami azért technikailag is nagyon nehéz, és nagyon nívósan kellett, hogy elkészítsük, hogy megfelelő partnerei, és egyenlő partnerei legyünk a zenének és a zenészeknek, ahhoz bizony egy nagyon jó társulatra van szükség, és a Székesfehérvári Balettszínház egy ilyen társulat, és nagy örömünkre ezt a produkciót létrehoztuk. Tehát a zene bizonyos értelemben ez biztos alap egy ilyen táncszínházi koreográfiához, tehát ott van, ahogy mondtad, van benne humor, van benne dráma, van benne olyan sztori, ami fontos számunkra. Miként fogadták ezt a csapatod? Hát imádták, hát csak meghallani is jó ezt a zenét. Tulajdonképpen szituációs játékok, tehát egyes zenei tételekre különböző szituációkat, életképeket, zsánerképeket jelenítünk meg a kortárs tánc nyelvén. Az, hogy dinamikus, azt eddig is tudtuk, hogy egy olyan zene ez, ami egyszerűen táncra született, ha úgy tetszik, de hogyan lehet ezt úgy olyan formában megkoreografálni, hogy a köznapi ember számára is érthető és tiszta legyen, hiszen nyilván itt ilyen körülbelül 5 percesek ezek a darabok. Igen, 5-6 perces egyes tételek, hát az egész mű az nem sokkal több, mint 45 perc, viszont borzasztó intenzív, tehát többet nem is hiszem, hogy bírnának a táncosok, hiszen maga a zene nagyon intenzív, és a táncosoknak is a feladat benne borzasztó intenzív. Hát nagyon, nagyon nagy öröm volt vele dolgozni, és rögtön ráéreztünk, és a táncosok is rögtön ráéreztek erre a zenei világra. Ugye te úgy fogalmaztál egy másik lapnak, hogy két a maga területén, maga szakterületén két professzionális csapat találkozik, társulat találkozásáról van szó, ami azt jelenti, hogy ez mindenféleképpen kihívás, hiszen összegezni kell tulajdonképpen a két csapat külön-külön fantasztikumát. Ez miként haladt? Egyáltalán hogy készült el ez a koreográfia annak tükrében, hogy itt ez most egy nagy dobás mindenképpen? Mint minden darab, de azért ez különleges a maga nemében akkor is. Amikor elkezdtünk dolgozni Bobánékkal, ezen nem azon gondolkoztunk, hogy ez mekkora dobás, mekkorát dobjunk, hanem egyszerűen örültünk ennek a találkozásnak, hiszen ők sem csináltak még ilyet. Tehát koncerteket adtak, viszont az, hogy együtt dolgozzanak egy táncszínházzal, partnerként, előadóként is, olyat még nem csináltak. És ilyet még mi se csináltunk.
Én azt mondtam a táncosoknak, hogy úgy kell táncolnotok, hogy a testetek legyen a hangszer, és a zenéjen, vizuális hangszer legyen. És mivel a bobánék vérébe van a zene és a tánc, csak hát ők éppen nem táncolnak a színpadon, hanem a hangszerükkel táncolnak, tehát ők is táncolnak, mi pedig zenélünk. Úgyhogy ez egy olyasmi találkozás volt, persze megírt zenére, mint amikor kiváló jazz zenészek találkoznak, és úgymond jammelnek, tehát hozott anyagból feldobnak egy témát, és arra improvizálnak. Na most itt improvizációról nincsen szó, viszont úgy készítettem el a koreográfiát, hogyha nézőnek az improvizációként hasson sok esetben, tehát a spontán legyen. Mint ahogy a zene is olyan, miközben megírt zene, de pont attól nagyszerűek, sok mindentől egyébként, de attól is nagyszerűek a bobánék, hogy úgy hat az ő zenéjük az emberekre, legalábbis rám biztos, mint hogyha ők improvizálnának, miközben tudom, hogy megírt zenét játszanak. Elementális erejű. Örömzene és örömtánc. Így van. Ugye azt mondtad, hogy nem illusztrálni szeretnéd a zenét, hanem láttatni. És ez nagyon nagy különbség. Ez óriási különbség, és ezt nyilván érti a csapatod is. Egyébként tényleg, hogy van a csapat, mert hogy azért nagyon is jól tudjuk, hogy az elmúlt időszak rendkívül nehéz volt mindannyiunk számára, és talán én azt mondom, hogy a művész társadalom számára még inkább. Köszönjük szépen, jól vannak, hiszen nagyszerű darabokon dolgozhatnak, nagyszerű zeneművekre. Most már ugye van otthonunk, ezt már egy előző adásban is elmondtam, hogy egy új otthonba költöztünk, ahol megfelelő körülmények között tudunk és fókuszáltan dolgozni. Nagy kihívások elé nézünk, hiszen ugye az imént elmondott produkciók azért nagyon sok próbát, nagyon sok munkát követelnek meg, mind a táncosoktól, mind pedig a kollégáimtól, tehát az irodán dolgozó kollégáimtól, hiszen ez nagyon komoly szervezéssel jár, tehát nem úgy van, hogy oda felmegy a bársonyfüggön, akkor csak ott terem valami, nem a szél fújja oda, úgymond. Tehát annyit kell dolgozni az irodistáknak is ezen, mint a táncosoknak benne a próbaterembe, hogy egy-egy produkció megvalósulhasson. Úgyhogy jól vagyunk, hiszen azt csináljuk, amit szeretünk, ezt a város érdekébe tesszük, nagy örömmel és nagy tisztelettel, és idén leszünk 5 évesek, és ezt szeretnénk majd megünnepelni a királyi napokon. Például ez egy nagy ünnep lesz nekünk, hogy a bobánékkal felléphetünk. Ez méltó módon, azt gondolom, méltó módon ünnepeljük meg az 5. éves fennállásunkat. Múzeumigazgatóúrral, Pokrovenszky Krisztiánnal partneri kapcsolatot ápolunk, nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és arról tárgyaltunk, hogy egy kiállítást is szeretnénk a múzeum egyik részlegébe, ami egy jelmez kiállítás, az eddig bemutatott daraboknak az illusztris jelmezeit szeretnénk egy tárlat keretében bemutatni. Tehát akkor jó a csapat. No, hát akkor ismételjük meg, hogy ugye várjuk, hiszen én azt gondolom, hogy ez a önmagában a Világszínház ünnepe, és ez itt Székesfehérváron ezért is fantasztikus dolog, tehát április 4-én kedden 19 órakor a Székesfehérvári Vörös Marti Színházban várjuk, és utána pedig azért majd láthatjuk a későbbiekben, és ez nagyon-nagyon fontos időpont. Én pedig azt ígérem, ugye nincs kétségem felőle, hogy ez egy fantasztikus előadás lesz, én azt ígérem a kedves nézőinknek is, hogy hitelesen beszámolunk erről, ahogy tehetjük. Nagyon szépen köszönjük. Ez egy csoda. És akkor hát hajrá, hiszen rövidesen kezdődik az előadás. Így van, és aki most értesül róla, jöjjön, várjuk szeretettel, egy fantasztikus est be lesz része. Történjék így. Attila, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, tehát akkor kérem, ne feledjék, aki még teheti, az induljon el, annál is inkább, mert 7-kor várhatjuk a fantasztikus balettszínházi előadást a Színházi Olimpia keretében, a Vörös Marti Színházban. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.